frontálisan ütközött össze két személyautó ma délelőtt az 52-es számú főúton Kecskemét közelében. Az egyik jármű az úton, a másik az árakban állt meg. A két autóban egy-egy ember utazott, szerencsére senki sem sérült meg. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az anyagi káros karambolban egy harmadik jármű is érintett volt, melynek az oldala sérült meg.